Köszöntöm nézőinket! Az őszi időszak a víkendházakra, mind a természet, mind pedig a betörők esetében bizony komoly kockázatot jelent. Általában megvannak erre természetesen a jó megoldások, hogy miként kerülhetjük el azt, hogy komoly kárunk keletkezzen, mondjuk egy betörés kapcsán. A hét témája ez a mai napon, és köszöntöm a stúdióban Milkovics Lászlót, a Lővér Patent Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó napot kívánok! No, nézzük akkor, megjött az ősz, ugye itt vannak a hétvégi házak, egyre üresebbek, egyre kevesebbszer látogatják a tulajdonosok. Mit lehet tenni, mit érdemes tenni azért, hogy ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés? Azt gondolom, hogy talán kezdjük a legalapvetőbb, legegyszerűbb dolgokkal. A rendőrség is nagyon sok fórumon felhívja rá a figyelmet, hogy alapvető kis ráfordítással is tudunk komoly eredményeket elérni, mégpedig gondolok én arra, hogy egyszerűen ne hagyjuk elő az értékeinket. Egyszerűen tegyük olyan helyre, ami nem láthatnak, elzárható, és lehetőség szerint, ha benéznek egy ablakon, ne azt tűnjön fel, hogy itt érték van, és ne vonzzuk be a tolvajokat. Ez a legelső és a legalapvetőbb, ez nem kerül se pénzbe, se komoly időráfolytásra. Innentől kezdődik a vagyonvédelem, és akkor térjünk arra is ki. Az első talán a mechanikus védelem, ami egy nagyon egyszerű szintén, ha kell, akkor tegyünk rácsot, tegyünk jó zárakat, jó nyílászárokat, akár fóliázzuk az ablakokat, és ezzel nagyon komoly előrelépést tettünk. Ezután, ami egy kicsit komolyabb és talán technikailag is jobb megoldás, az a elektronikus védelem, az elektronikus vagyonvédelmi rendszer telepítése, és ami nagyon fontos, hogy ezután a elektronikus rendszer telepítése után ezt egy távfelügyeleti rendszerre kössük rá, és így fog tudni jól működni a védelem. Mit tekintetünk egyébként, mondjuk, hogyha a mechanikus védelmet nézzük, egy jó védelmi stratégiának, tehát most nem akarok egy márkának sem reklámot csinálni, de mondjuk egy faházon, vagy akár egy téglaépítésű házon milyen zárat tegyünk, hiszen ott azért hosszú ideig nem látogatjuk, főleg ebben az őszi-téli időszakban ezeket a helyeket. Hát mindenképp minőségit. Tehát egy minőségi zárakat, esetleg olyan, ami több helyen záródik, több funkciós a zár, illetve hát el kell döntenünk azt is, hogy egy mechanikai védelemnél most az esztétikát milyen módon szeretnénk visszalátni, tehát egy rács nem biztos, hogy esztétikus. Tehát ezért esetleg fóliát, de hangsúlyozom, ez egy mechanikai védelem lesz, ami még feltörhető és nem vigyáz a házra. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy az elektronikus védelem a következő lépcsőfok, és el kell döntenünk, hogy a vagyonunkat, a biztonságunkat milyen mértékben szeretnénk tudni, biztonságba tudni. Ugye a riasztó is egy olyan megoldás, ami szerintem legalábbis fél megoldás, hiszen ha valahol megszólal egy riasztó, akkor most már fölkapjuk a fejünket, valahol már megint szól, de tulajdonképpen igazából, ha csak nincs egy jó szomszédunk, aki résen van és figyel, akkor semmit sem ér, ugye? Ez abszolút így igaz. Maga a riasztó rendszer, mint egy letelepített dolog, így önmagában még kevés. Tehát így önmagában kevés, én mindenképp azt mondom, hogy csak akkor tudjuk megvédeni az értékeinket, hogyha e mögött áll egy távfelügyeleti központ, és áll mögötte, általánosságban mondom, egy fegyveres kivonuló szolgálat. Tehát akkor tudjuk azt mondani, hogy mi megtettünk mindent, amit a lehetőségek megadtak. Ahhoz, hogy kiépítsünk mondjuk egy távfelügyeleti rendszert, ugye kell egy állandó elektromos áram, szolgáltatás, illetve valószínűsítem, hogy kell valamilyen internet bekötés. Ilyenkor mi a helyzet? Főleg, ha mondjuk most rengeteg borospince van olyan hegyvidéki területen, ahol nem biztos, hogy van egy kábelszolgáltató. Na most az internet nem szükséges, ez nem szükséges. Az áram az egyel fontosabb számunkra, de mindenre van megoldás, tehát ahol nincsen áramszolgáltató, még ott is létre lehet hozni egy jó rendszert, de azt mondom, általánosságban az áram van mindenhol, ennyire van szükség a kiépítéshez, és majd magát a kommunikációt az egy rádió vagy egyéb más módon fogjuk tudni létrehozni, tehát nem kell hozzá az internet. És akkor ez nem is drágítja tulajdonképpen ezt a dolgot, ugye? Nem. Régebben a telefonvonalon keresztül mentek a jelek, ami mint telefonhívás díjtartalma volt, de mára már ez is megszűnt.
megszólal a riasztó, tegyünk egy ilyen példát, és jelez a központban, hogy valami történt az adott helyen, akkor olyankor egyébként mi történik? Tehát, hogy mi a következő lépés? Értem. Tehát igazából, hogyha egy riasztás befut a diszpécser központunkba, akkor a diszpécser ezt elemzi, hogy mi történt, és azon elindítja a fegyveres elfogó szolgálatot. Akik a helyszínre mennek és meggyőződnek arról, hogy mi történt, betörés történt-e, vagy esetleg valami más probléma állt fenn. Ez általánosságban azt jelenti, hogy a központunkból egy percen belül elindul az elfogó szolgálat, és az adott helyre a lehetőségekhez képest minél gyorsabban kijut. Tehát akkor ezzel is sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk a mi értékeinket ezekben a házakban. Abszolút, ugyanis azt, hogy most egy sziréna megszólalna ténylegesen, tehát a helyszínen, egy az, hogy a mai világban senki nem foglalkozik olyan módon vele, ahogy esetleg régebben figyeltük a szomszédnak a tulajdonát, vagy figyeltük a vagyonát is, hogy ne keletkezhessen benne kár. Mai világban ez, én azt gondolom, sajnos nem így működik, ezért egy sziréna kevés. Mindenképp a távfelületet tudom ajánlani. Hogyha valaki most úgy gondolja, hogy nincs eléggé biztonságban az ő házikója, amiben nyáron oly sokat ott van, akkor még most már késő tulajdonképpen erre gondolnia, vagy még most pontosan a legjobb időben van? Nem, ez az év bármely szakában azt gondolom, hogy nincs lekésve róla. Akkor van lekésve valaki, amikor megtörtént a probléma, és utána gondolkodik, hogy ezt miért nem tettem meg. Én azt hiszem, hogy erre a legegyszerűbb megoldás az, hogy akár minket, vagy egy olyan távfelületi céget megkeres, akiben bízik. Ennek nagyon fontos, hogy járjon utána a cégnek, informálódjon róla, és hogyha megkereste, én a patentnál azt tudom mondani, hogy mi minden esetben egy ingyenes árajánlatot adunk rá, és megnézzük a helyszínen, megnézzük a ingatlant, adunk rá egy ingyenes árajánlatot, és utána eldöntheti a ügyfelünk, hogy szeretné ezt vagy sem. Milyen tapasztalatok vannak egyébként az elmúlt évekből, hogy milyen jellegű kár okozás történt, hiszen gondolom sokan pont azután keresnek meg egy ilyen céget, vagy ha ezzel foglalkozó céget, hogyha már megtörtént a baj. Igen, sajnos ez így van. Hát nagyjából közel 30 éves tapasztalatunk van, és hát mindenfélét el tudnánk mondani. Tehát a legkisebb mosógép, 100 éves mosógép lopásától a nagy vagyonig megtörtént a mi szakmánkban. Én azt hiszem, hogy mindegyik az adott pillanatban problémát okoz. Tehát, hogyha valakihez betörnek, az a magánszférájába való bejutás, és ez hosszabb távon nem csak az anyagi kár, hanem egyéb más problémát is magával vonz. Van olyan, ami mondjuk most tényleg itt a hétvégi házak, borospincék, egyebekről beszélünk, amire most úgy utaznak esetlegesen azok, akik ebből élnek? Hát én azt hiszem, hogy általánosságban itt tolvajokról beszélünk, nem képzett betörőkről, és minden olyat, ami mozdítható, elvisznek, tényleg itt a legkisebb értékről is akár, tehát egy példaként egy gerebét is elvisznek, tehát, de a nagyértékű fűnyírótól, vagy bármi, ami mozdítható. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek el kell dönteni azt, hogy minimális díjért, tehát egy elég minimális díjért biztonságba tudhatja az ingatlant, vagy pedig felvállalja azt, hogy esetleg mikor tavasszal odaér, akkor üres a ház. Hogyha esetleg, ugye, mivel nem látogatjuk a weekend házakat ebben az időszakban, vagy csak ritkán, akkor ugye itt szó esett arról is, hogy esetlegesen bármilyen természeti csapás is érheti a házat. Erre van valami olyan megoldás, ami védhet minket? Én azt gondolom, ez már csak inkább komolyabb ingatlanokra vonatkozhatna, mert talán egy kicsit drágább rendszerekről beszélünk, itt egy tűzről, egy tűzrendszerről, vagy akár, hogyha valamit figyelni kell, ami a elektromossággal, a villamossággal kapcsolatos, erre jó lehet egy vagyonvédelmi rendszer, de ez inkább egy másik komolyabb dologra vonatkozik. Nagyon sokat beszéltünk most a nyaralókról, víkendházakról, hobbitelkekről, de gondolom, ugyanez vonatkozik a saját otthonunkra is, hiszen hogyha elmegyünk dolgozni, és nagyon sokan reggel elindulnak, este hazaérnek, itt is érhet mindünket akármilyen meglepetés. Így igaz, talán én azt gondolom, hogy még fokozottabban erre oda kell figyelnünk, mert igaz, hogy ezt
lakjuk ezt az ingatlant, a lakásainkat, de itt megint az történik, hogyha egy betörés után a intim szféránkba való behatolás miatt általánosságban azt mondom, hogy rosszul érzik az emberek magukat abban az ingatlanban. Nem egy olyanról tudok, aki el is költözötte miatt, mert úgy érzte, hogy nincs biztonságban már. Ez ugye egy nyaralóban kevésbé érzékelhető, de amiről beszéltünk eddig, ez szinte minden igaz a családi házunkra vagy lakásainkra is. Miklós Lászlónak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk, és hát bízunk benne, hogy sok jó tanáccsal szolgáltunk. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt a hét témája a szerda estében. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket! Önök a Sopron TV heti magazinját, a szerda estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon, és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, a szerda este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A férfi kör helyszínét a Gino cukrászda biztosította. A műsorszám támogatója a Patent Kft.